Sziasztok, üdvözlök az Ogriban! Nem emlékszem, hogy én fedeztem fel a Qualitonst, azt hiszem magyar nyelvű zenei videókat kerestem, különben a szokásos hallgatási szokásaimra való tekintetel soha nem hallgatom volna meg ezt a dalt. Szerencsés veletlen, hogy megtaláltam ezt a videót, és mint egy újabb bűnös elvezetet hazaadtam a meglehetősen kizárólagos listahoz. Próbálom elkerülni a feldolgozásokat, de van valami zöldságában, ami közvetlenül kapcsolódik a gyengelködő szinapszisainhoz, ezért inkább ezt a dalt választottam, nem pedig a zenekar egyik sajátját. Talán később megnézem az egyik sajátjukat. All the things we can do. Be kell ismernem, hogy amikor először megláttam ezt a videót, beindult a dívat magam riasztóm, de mivel egyik zenekarnak sem volt koncertjét tén, úgy gondoltam, hogy biztonságos folytatni. Do-do-do-do-do-do. Ez a vezető bevezetés valóban vonzó, azt hiszem, hogy 70-es évek fiatalikaként a dal hangulata eltemetett zenei emlékeket idéz fel. Tetszik a terki használás és a dob pufanásnak és ütésen egy kontrasztja, a large ének és gitárok szihedelikus hangvételerelem. Ez az ismétlődő riff határozaton egy fülfereg. A zene refrének között nagyon large, semélre pípadat szívatod. Mindig örülök, ha hallom a dobfelszerelés verdőbb részét. Annak ellenére, hogy a refrén viszonylag visszafogott, kiemelkedik a visszavörő versek közül. Ha már a szített, hogy a dal large, akkor itt határozottan még simogatnád az állad. Különösen tetszik a szihedelikus kígyó, ahogy letekeredik a háttérben. Yeah, I agree.
Olyan azt mondom, hazlás, nos, milyen lágy is a baszus, már majdnem legyat utáni, passzold a cigarettákat. Csak ebben ne halljak meg, csak ebben ne halljak meg, csak ebben ne halljak meg. Ne megdalnak tökéletes a hangulata, ez olyan, mint egy pihentető meleg fürdőben, egy törőt kaleidoszkópon keresztül néznénk. Hallom a színeket. Hát, ez nem volt olyan lágy a végén, igaz? Egy szép kis bunyó befejezésként. Ez egy mesterkőzsös volt, ahol hogyan kell visszafogatni játszani, és mégis megőrizni a maximális hatást. Nem tudom megszomolni hánszó ugrik be a fejembe a főröf ebből a dolból, és ebben az esetben ez nagyon jó dolog. Gyanús, hogy a magyar megnyelv az énekléshez, ami biztos én a magyar verziót jobban szeretem, mint az angolt. Ez a verzió semmiben sem hasonlít az eredetihez, de még mindig megőrzi Vorazsát, bár a teljes KEXP verzió teljesen más tészta. Szerencsés véletlen volt, hogy az egyetlen szabad napomon a hazarepülés előtt egy magyarországi kerékpáros kirándulás után a Qualitonék a budapesti kibucikében léptek fel. Persze kellett menni megnézni, micsoda csapatlaz a fickó voltak ezek. Hát remélem, hogy nektek ez megcsiklandozta a pisztrángot, tartsátok nyitva a szemeteket a magyar magánhangzokkal vívott csatám következő részéhez. A következő alkalomig, sziasztok!